Több mint 20 méteres volt a sor a Hősök terén kedden, a város üzemeltető parkolási csoportjánál várakoztak az emberek. Nem véletlenül, hiszen visszatért az élet a normál kerékvágásba, így a parkolással kapcsolatos ügyeket is intézni kell. A legtöbben bérletet vásároltak, és inkább itt várakoztak sokáig, mint az ingyenes időszak alatt egy-egy szabad parkolóhelyre. Parkolóbérletet szeretnék a lányom részére vásárolni, két kisgyermeke van, és a család csak úgy tudja megoldani a szállítást, parkolást, hogyha van rend. És ennek a fizetőségnek talán ez is az egyik lényege, hogy most már találnak parkolót, mert eddig elég körülményes volt az iskola környékén parkolni. Hát annak senki nem örül, hogy fizetni kell, de ha ez az ára, akkor kénytelen megcsinálni. Munkahelye is itt van bent a belvárosban, és ennél fogva rá is van kényszerülve, hogy parkolóbérletet vásároljon, mert a napi jegy az igen drága. A koronavírus járvány miatt tavaly április 6-ától június végéig, majd ezt követően november 4-től mostanáig volt ingyenes a parkolás a nagyobb városokban, így Nyíregyházán is. Emiatt gyakran alakult ki zsúfoltság a belvárosban, a reggel 8 órai munkaidő kezdete után szinte lehetetlen volt szabad helyet találni. Már ma reggel, ha körülnézünk, látszik, hogy most már meg lehet állni a városban. Tehát én úgy gondolom, hogy azzal együtt, hogy ugye ez pénzkiesés volt a városnak, ez az ingyenes parkolás, azért azt is bebizonyították ezzel, hogy alapvetően forgalomtechnikai eszköz, tehát forgalomszabályozó szerepe van a fizető parkolásnak, hiszen most meg lehet állni, lehet parkolni, az ingyenesség idején egyszerűen képtelenség volt, és igazából csak a közterületfelügyelőknek és a rendőrségnek adtak munkát az autósok. Az ingyenes parkolás időszakában rengetegen rendelkeztek érvényes parkolóbérlettel feleslegesen. Számukra a mostani változás miatt kárpótlást ad a város üzemeltető. Ezeket a bérleteket így meghosszabbították, a hosszabbítás mértéke pedig megegyezik azon napok számával, melyeken a pandémiás időszakban nem kellett fizetni a parkolásért. Ezt a parkolójörök már rögzítették a rendszerükben. A kollégák ellenőrzéskor a saját PDA-jukon látni fogják az új érvényességi időt, és majd csak ezt követően kell az autósoknak új bérletet venni. Az autósok pedig az új lejárati időről a honlapunkon tudnak tájékozódni, ahova felkerült egy lista, ahol a bérlet azonosító számával tudnak keresni. Vannak ugye a kedvezményes bérleteink, lakáskörnyéki, iskola környéki, orvosi engedélyhez kötött áruszállítós bérletek. Ezek ugye lejártak a veszélyhelyzet idején, ezekre nem érvényes a bérletkompenzáció, viszont türelmi időt biztosítunk az ügyfeleinknek, tehát ezen a héten még van idejük megvenni ezeket a bérleteket. Ennek érdekében meghosszabbították a nyitvatartást a Hősök téri irodában, így csütörtökön és jövő hét hétfőn 17:30-ig megvásárolhatóak ezek a bérletek. Nyíregyházán jelenleg mintegy 3800 fizetős parkolóhely van, és 74 parkoló automata működik a város területén. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még Kisvárdán vannak fizetős parkolózónák, mától ott is fizetni kell.